Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t, és a Pirkadat című reggeli politikai magazinműsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és már is köszöntöm első vendégemet, Szanyi Tibort, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Baloldali Szövetség miniszterelnök jelöltjét. Így most ez az új nevük, ugye? Az új nevünk, bár a szavazólapon úgy lesz, hogy munkáspárt kötőjel, igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, plusz a két pártnak a logója, tehát ez a bármilyen pártszövetség bárminek nevezi magát, a magyar választási rendszer szerint a résztvevő pártok teljes nevének a kiírása szerepel a... Igenis. Együttes kiírása szerepel a szavazólapon. Mert így pontos, és ha már pontosság, akkor nézzük meg, hogy hányadán is állunk a mai nappal. Tehát a Luak a zsinogói naptár szerint 5782-t írunk, és Ádár havának 22. napja van. Ezzel szemben a Gergely naptár úgy szól, hogy 2022. február 23-a szerda van, amikor is az Alfredok ünneplik a névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposunk 163 évvel ezelőtt született Bátor Szidor, zenetanár, zeneszerző. Időjárás. 13 fok lesz a maximális hőmérséklet, de kérem szépen a hegyekben havas eső, hó is várható, arról nem beszélve, hogy délután erős széllökések is érkezhetnek. És végül gyorsan a középárfolyamokat is. 357.14-en áll az euró, míg 315.52-en az amerikai dollár. Vigyázzunk magunkra, meg vigyázzunk a pénzükre. És akkor, hogy állunk az aláírás gyűjtéssel? Köszönjük szépen. Mondanám, hogy időarányosan, bár ez azért csalóka, mert a... Vasárnapig kell leadni? Nem, péntek 16 óráig kell leadni. Eddig ugye mi 81 helyen tudtuk fölvenni az íveket, ebből 15 helyen már abszolváltuk a meccset, aztán az összes többinél meg ilyen, vagy már a szükséges 500-nál is több van, de még egy kicsit gyűjtünk a pontatlanságok, az esetleges elírások és sok minden miatt, tehát 5-10% minimum rossz szokott lenni. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi mai látásmódunk szerint így, de meg lesz a lista. Nyögvény elősen, de meg lesz. Tehát akkor az azt jelenti, hogy 16 órakor pénteken kijelenthetik, hogy kérem szépen, lesz országos listánk. Akkor még nem, bár be kell adni rögtön szombaton. Világos, de úgy értve, hogy akkor kipipálták ezt a feladatot. Aztán majd meglátjuk, hogy mit szól hozzám az RBB. Hát ezt egyenként leszámolják, ellenőrzik, stb. Úgyhogy... Szörnyű. Egyébként tényleg én is azt gondolom, hogy szörnyű. Valami olyan rendszer kéne, amelynél rugalmasabb, én szerintem, vagy nem tudom, hogy hogy lehet, mert ez... Igen, ez gyakorlatilag azért vicces, mert hosszú-hosszú évek, vagy inkább most már évtizedek óta gyakorlatilag ugyanaz a kőkorszaki kőbaltára emlékeztető módszerrel megy a gyűjtés. Hogy a nézők is bele legyenek ebbe avatva, én nekem a mindegyik jelöltünk tényleg hős, mert embertelen, amit csinálnak. De az, hogy például Pál Éva, aki ugye Csepeli jelöltünk, és egyben itt szerepelt, és többször, mint köztársasági elnök jelöltünk, 70 év fölött van, azért merem mondani, mert ő is magáról ezt azért el szokta árulni, 70 év fölött van, és 12. napja kint áll reggel 8-tól este 8-ig az utcákon, a tereken járja a lakásokat, és azért ez hóban, fagyban, esőben, stb. Ez egy embertelen történet. Tehát gyakorlatilag, ugyanakkor az népek még elvárják, tehát ez nem olyan, hogy majd az aktivisták össze. Mert ugye az aktivistákon múlna, akkor mi a fenének a jelölés, ugye? Tehát akkor ez csak pénzkérdés, hogy ki hány aktivistát tud megfizetni, és akkor annak megfelelő. Ez nem mutatja a valós támogatottságát egy adott jelöltnek. Szóval tulajdonképpen torz, ostoba, ez az egész rendszer, és attól tartok, hogy mivel várhatóan senkinek nem lesz kétharmada a legközelebbi országgyűlésben, ezért a választási rendszer sem nagyon lesz megváltoztatva. Úgyhogy 2026-ban is ugyanezzel a kőbalta megoldással zajlanak majd a választások előjátékai, és hozzáteszem azt is gyorsan, hogy amikor ugye az egész világ robogva megy a digitalizáció és egyébek irányába, akkor tulajdonképpen pont a magyar választás az, amelyik nem hajlandó korszerűsödni, hanem egyszerűen megmarad egy ilyen egészen primitív. Beírni szinten. Kis rubrikákból, hogy születés, személyi szám, minden, hát az egész egy rémálom. Igen, és ebben az a baj, hogy
ugye nekünk el kell kérni a lakcímkártyát, hiszen a rajta szereplő adatok, az, például most nem a dicsekvésképpen mondom, de az én pontos nevem a lakcímkártyán Dr. Szanyi Tibor Jenő. Ha valaki csak Szanyi Tibort ír... Az már nem jó. Az már nem. Nem mindegy. Tegnap is ugye nagy felvonulás volt a Dankó utcában, Iványi Gábornál, az Oltalom Karitatív Egyesületnél. Ellenzéki pártok politikusa is felvonultak. Ott voltak? Vagy nem ezzel a módszerrel próbálják kifejezni szolidaritásukat? Ha ki akarják fejezni szolidaritásukat Iványi Gábor mellett. Természetesen egy baloldali pártként a mi szolidaritásunk az automatikus. Persze a szolidaritásnak nem tudom mi az igazi módja, hogy oda rohanunk tüntetni, és egy választási hajrában 12 szónok ugrik föl egy hordóra. Én nekem azért ez megfeküdte a gyomromat, mert ez az egész tüntetés, ez legkevésbé Iványi Gáborékról szólt, ez szólt arról, hogy kinek mi a véleménye a hatalomról, a kormányról, és természetesen ugye ő ellenzéki primadonnák fejtették ki ezt az álláspontjukat. Szerintem a szolidaritás az nem most kéne, hogy kezdődjön 2022-ben, hanem 2017-ben kellett volna, hogy kezdődjön, amikor ugye született egy bírósági ítélet a állam és a Iványi Gábor féle egyház között. A szolidaritás ott kéne kifejeződjön, amikor önkényesen magához ragadta a parlament, hogy majd ő megmondja, hogy ki lehet egyház és ki nem. Most ezeket az ügyeket az ellenzék, meg általában senki nem firtatta, hanem most, amikor egyébként tényleg a hatalom részéről ez egy undorító dolog, és minek 30 komandós egy szegény házhoz kirendelni, tehát szóval ezek nem jó dolgok. Én nem tudom megítélni egyébként, hogy kinek van igaza, hiszen ez egy őrült, bonyolult procedúra, nem véletlen, hogy már bírósági ítélet is van a dologban, bár a bíróság az visszamenőleg döntött csak el, előrefele keveset mondott, tehát hogy most világos. 2017 óta ki mit csinált és miért csinált, hát én azt meg nem tudom mondani. Egy dolog biztos, hogy egy ilyen gyülekezetnek a hatósági vegzálása nem szép dolog, ez tagadhatatlan. Kettő, sokkal világosabb viszonyoknak kéne lenni. Tehát akkor megint definiáljuk, hogy mi az, hogy szolidaritás. A szolidaritás nem azt jelenti, hogy én téged rohadtul sajnálok, és akkor majd, mit tudom én, potyognak a könnyeim. Hát az egy érzés. A szolidaritás az az, hogy én a te ügyedben melletted állok. Veled vagyok. Ez a szolidaritás. Tehát amikor úgy időnként vagyok veled, az nem szolidaritás, hanem az a szolidaritás, amikor például szolidaritás az, hogyha a tanárok sztrájkolnak, akkor fölállnak a orvosok, és azt mondják, hogy én a tanárokkal vagyok, és én is sztrájkolok. Na, az a szolidaritás. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy Magyarországon itt ezügyben a politikai kultúrának még sokat kell fejlődni ahhoz, hogy világos viszonyokat lássunk. És az ISZOM, mint igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, ehhez igyekszik minden maga tőle terhetőt hozzátenni. Igen, és nagyon sokat lehet sajnos hozzátenni. Azért mondom, hogy sajnos, mert az elmúlt 3 évtizedben Magyarországon gyakorlatilag az összes politikai vezérhangja most pártokra, intézményekre szó szerint kiölték a népből a szolidaritást. Tehát az, amikor a magát valaha baloldalnak nevező alakulat, ugye ez még gyakorlatilag a 2002-2010 közötti időszakot értem, meghirdették az öngondoskodást. Most nem mintha az öngondoskodásnak nem lenne értelme, mert nagyon sok értelme van, fontos tényező. De úgymond egy baloldali politikát öngondoskodás bázisra tenni, az egy merénylet a baloldallal szemben, már bocsánat. Eleve ugye merénylet, az egy esélyegyenlőség. Jaj, de szépen hangzik. Na de hát azért a baloldalnak nem az esélyegyenlőség a jelszava. Hát most oké, mind a ketten fussunk le 100 métert, én falábbal, ő meg két lábbal. Hát az esély ugyanaz, persze, hogy ne. Nem. A baloldalnak a gondolkodás az az egyenlőség. Elsősorban a jogok egyenlősége.
Ugye? És akkor most innen jön az, hogy miért van több joga egy munkaadónak, mint egy munkavállalónak. És még sorolhatnám ezeket a dolgokat. Tehát nagyon-nagyon sok mindent újra kell tanulni a magyar választópolgároknak, mert egyszerűen a tudatát szó szerint megműtötték. Világos. Amennyiben sikerül az országos listát felállítani, akkor ugye az azt jelenti, hogy hivatalosan listavezetőként, miniszterelnök jelöltként fog szerepelni. Azt már tudjuk, hogy Orbán Viktor nem fog Márki-Zay Péterrel, az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjével vitatkozni. De a kisebb pártok kezdeményeznek-e esetleg egy olyat, hogy a miniszterelnök jelöltek egy stúdióban, akárhol mondják el gondolataikat Magyarországról? Mert lehet, hogy megérned is egy jó történetet, főleg az, hogy esetleg hogy reagálnak rá a többiek. Nagyon sok pártnak van miniszterelnök jelöltje, ez egyébként egy kicsit hülye szó, de mindegy, ez listavezető miniszterelnök jelölt, tehát így hívják. Igen, a miniszterelnök jelölt azt fejezik, hogy ha mi kormányoznánk, akkor az lenne a politika, világ, amit ez az ember mond. Tehát körülbelül ennyi a miniszterelnök jelöltnek a jelentősége. Mi azt mondjuk, hogy egyébként mi is játszottunk ezzel a gondolattal, amit ön felvetett, de azért azt mondjuk, hogy hát most várjuk meg, hogy ki mindenki tud, vagy nem tud úgymond listát állítani. Én is azt gondoltam, hogy utána, természetesen. Na most itt a kis pártok szó az azért félrevezető, mert például a mérések szerint mondjuk a parlamenten kívüli, de a parlamenti 5%-os küszöbre, hogy mondjam, várt Mi Hazánk, akinek az ideológiája a hátam közepére se kell félreértés ne essék, de most csak matematikailag nézve, ő, ha neki igaz ez a 4-5%-os támogatottsága, akkor ez nagyobb párt, mint az MSZP, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd, akiket egyébként meg a nagy pártok világába szoktuk sorolni. A felsorolt pártok ezek mind 2-3% környékén ugrabugrálnak. Tehát ez a ki mekkora, ez egy piszok jó kérdés. Ezzel együtt én azt mondom, hogy oké, tehát Orbán leszámítva az összes többi miniszterelnök jelölt, akár mekkora is, a mögötte lévő erő, üljenek le egyféle politikai, hogy mondjam, étlap bemutatásra. Én ezt egy határozottan jó ötletnek tartanám, már csak azért is, mert szerintem az ellenzéki összefogásnak a handicapje, mert nagyon nagy handicapje van, az abban áll... Egy vagy több? Én egyet látok. Tehát ha történetesen ismét a Fidesz nyerne, már pedig sajnos úgy néz ki, hogy a közönségi kutatások szerint ennek van inkább esélye, mint az ellenzéki győzelemnek. És ez sajnos az utcán is érződik, ezt meg kell mondjam töredelmesen őszintén. Ebben az esetben szerintem az esetleges vereségnek az oka az mindenféleképpen az lesz, számomra a fő ok, hogy olyannak adta ki magát az ellenzék, ami nem. Jól tűri a mai napig is, hogy őt baloldalozza az összes létező kormányoldali megmondó ember. Ők maguk is, meg a saját elemzőik is kormányoldal, baloldalról beszélnek, miközben ez a hatpárti összefogás a legkevésbé sem baloldali. Tehát hazudnak magukról, meg róluk, és ők ezt jól tűrik. Tehát aki baloldalnak hazudja magát, és egy virtigli, igazi kapitalista politikával megy előre, az őszintén szóval nyugodtan számoljon azzal, hogy ebből baj lehet a választásokon. Én erre gondolok határozottan. Nem állítom, hogy a baloldalnak jelen pillanatban mekkora többsége lenne az országban, mert minden kimutatás szerint ugyan 30-35% az, aki úgy hajlik arra, hogy már a választók hogy magát baloldalra sorolja. Hát azért ez nem olyan túl sok. Ebből mi valamennyit fogunk abszolválni, nem tudom megmondani most, hogy mennyit. De az egészen biztos, hogy a vagy Orbán, vagy nem Orbán kérdéskörben nem az a döntő, hogy ki a baloldali, mert egyik sem. Értettem. És akkor egykori pártjáról, a szocialista pártról mit gondol? Mert ugye az lehetett gondolni, hogy ők azok, akik úgymond a baloldali be gondolatot képviselik ebben az összefogásban. Nem nagyon hallom a szavukat. Gyakorlatilag az MSZP-nek a szerepe az elmúlt egy hónap sajtójában az annyi, hogy húzakodnak a hatpárti listán. Hogy állítok ott valami kerékötők, mert ők meg a Párbeszéd mondják, hogy legyen, mint legyen. Amúgy egyébként a lista 40-45. Helye környékéről beszélünk.
Jelzem nagy tisztelet, hogyha én lennék az MSZP-nek az elnöke, úgy hagynám a fenébe ezt a 40-45-ös helyezést, ugyanis ha és amennyiben a Mi Hazánk megüti ezt az 5%-os küszöböt, akkor az úgy fölborítja a lista logikákat, mint a hétszentség, ami azt jelenti, hogy 40 fölött már ne is tessék álmodozni semmiféle listás helyről. Tehát én sokkal inkább akkor mernék álmodni a 40-45. Listás helyekről, hogyha minden erőmmel a Mi Hazánkat próbálnám kiszorítani az országgyűlésből. Na de hát ezek a politikák hiányoznak. Tehát, hogy akkor ezt jelenti, ez a záró gondolat, hogy most az lenne egyik célja, kellene legyen az egyik célja az összefogásnak, az ellenzék összefogásnak, hogy a Mi Hazánkat egy kicsit távol tartsa. Hát nézze, abszolút, hát nekem bőven elég az, hogy a Jobbik a maga szellemiségével így vagy úgy, de továbbra is parlamenti erő marad a jelek szerint. Én a Jobbikat is ugyanúgy egy náci pártnak tartom, mint a Mi Hazánkat. Most az, hogy melyik náci, hát bocsánat, ez körülbelül annyi, hogy most elnézést a hasonlatért, nem erre a helyzetre mondom, ki jobban gyilkos. Hát most te csak egy embert öltél meg, te meg 200-at, szóval, na ne. Tehát én nekem bőven elég a Magyarországgyűlésben a Jobbiknak a hangja, én nekem nem kell arra még egy, ez az én személyes ízlésem. Hogy döntenek a választók? Hát, április 3-án meglátjuk. Igen. Jó, hát sok sikert kívánok, és remélem rövidesen újból találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.